Elkészült a szlovák ház kis tarcsán. Sokan jöttek a rég várt átadóra, nem csak helybéliek, hanem a környező településekről, az országos szlovák önkormányzattól, és ott volt Vécsei László országgyűlési képviselő is. Elsőként ő szólt az egybegyűltekhez. Az, hogy a hazai szlovákság szervezeteinek különböző szintjeiről ennyi vezető van jelen, ékesen bizonyítja azt, hogy a hazai szlovákság számára ez a mai esemény mennyire fontos. Nem csak a szlovákság számára, hanem hazánk számára is, Kistarcsa, gondolom minden lakója, úgy gondolom minden lakója számára, hiszen ez az épület, ez a hazai és ezen belül a kistarcsai szlovákságnak a hagyományőrzését, a közösségépítését fogja segíteni. Amikor átadjuk majd ezt az épületet, akkor gondolunk elsősorban is Kistarcsának az ófalu részére, az ófalu lakosságára, hiszen a kistarcsai szlovákságnak az ős magja, az ős szállásterülete ez a része, ahol ez a ház elhelyezkedik. De Kistarcsa, mint agglomerációs település, nagyszerű példa arra is, hogy az őslakosok, az elsődleges lakók, mint a féle kovász, megtermékenyítik az egész közösséget, és ez a szlovák ház, a kistarcsai szlovákság, ez egy nagyon erős, nagyon stabil, nagyon szilárd oszlop a kistarcsa közösségének. A házban legalábbis a leírás szerint, én még nem láttam, ugye nem lehetett bemenni, miután nincs megnyitva még. Egy néprajzi gyűjtemény, egy ilyen helyi tájházi gyűjtemény kapott helyet, és legalább ilyen fontos, hogy egy közösségi tér is kialakult, az igaz pici, de mégiscsak udvarral együtt, tehát a közösségi élet az az élet, ami vonzani tudja az embereket, ami megőrzi és átadja, továbbítja a kultúrát, továbbítja a hagyományokat, az ebben a térben adott lesz. Én azt kívánom a vendégeknek, hogy a Nagytarcsáról, Csömörről, nem is tudom honnan jöttek még, hogy talán Isaszegről is vannak, Kerepesről, azt kívánom mindannyiuknak, hogy vigyék el a jó hírt a saját településeikre. Itt félfülemmel hallottam, hogy volt, aki megemlítette, hogy de jó lenne nálunk is egy ilyen létesítmény, egy ilyen intézmény. Vigyék el a jó hírt, vegyenek példát Kistarcsáról, Kistarcsa vezetéséről, Kistarcsai szlovák önkormányzatról, vegyék át a jó példát, és azt kívánom, hogy minden olyan településen, ahol él, létezik, virágzik szlovák közösség, ott kövessék ezt a jó példát. Legyen mindenkinek tájháza, legyen mindenkinek szlovákháza a környéken, hiszen a szlovákság számára ez egy nagyon fontos terület, Pest megyének ez a része. Két nyelven mondta el köszöntőjét Paulik Antal, a szlovák nemzetiség országgyűlési szószólója, mi a magyar verziót adjuk közre. Hát az első szavak mindenképpen a gratuláció, az elismerés szavai, hiszen mindenkinek, aki ezt a projektet kitalálta, megtervezte, nem beszélve arról, hogy megírta a pályázatot, és ugye az se könnyű, tehát és aki segített ebben, hogy megteljenek ezek a terek élettel és mindenféle kiállítási tárgyakkal, azoknak mindenkinek mindenképpen gratulálni kell. Ezek a Budapest környéki szlovák falvak nincsenek könnyű helyzetben, hiszen megnőtt a lakosság létszáma, ugyanakkor a kulturális örökség, a kulturális gyökerek azok az ő tulajdonuk tulajdonképpen, hiszen a kulturális örökséget azt azok hordozzák, akiknek a nagyszülei is itt éltek. A kulturális örökségünknek a nyelvi része az sajnos az elmúlt évtizedek során egyre inkább eltűnőben van. Nem nagyon hallani utcán, illetve piacon vagy templom előtt sem már lassan szlovák nyelvet. Sajnos ezt tudomásul kell vennünk. Ugyanakkor itt van a tárgyi kultúrának az az öröksége, amit még össze lehet gyűjteni, be lehet mutatni, fel lehet dolgozni, hiszen ahogyan bementünk, annakinek sikerült, elnézést, képviselő úr, láttuk azért, hogy milyen tárgyakat használtak az itt élők régen, a nagyszülők, de négy nagyszülők, miket olvastak, hiszen ott van az asztalon ugye kirakva a új ember, illetve néhány régebbi újságkönyv. A következő időszakra azt kívánom önöknek, hogy ez egy élő ház legyen, ahol a gyerekeket elhozzák a nagyszülők, megmutatják nekik adott esetben, hogy mit mire használtak, illetve bemutatják azokat a tárgyakat, amelyeknek egyes darabjai tőlük vannak, vagy a szomszédtól, vagy valakitől, hiszen a fényképek azok nyilvánvalóan dokumentálhatók, hogy honnan vannak, de nekem már itt mutattak egy táblát, hogy az a
valakinek a nagyapja volt az, aki azzal a táblával ment valahova. Tehát, hogy létező kapcsolódás van ezekhez a tárgyakhoz. Juhász István, a város polgármestere, fontos mérföldkőnek nevezte az eseményt. Ennek a beruházásnak történelmi jelentősége van, mégpedig két szempontból is. Van egyszer a múltba tekintünk, ez egyfajta tartozása volt a Kisztarcsi önkormányzatnak a szlovák nemzetiség felé, akik fölépítették városunkat, hogy igenis kapjanak olyan tájházat, ahol méltóan emléket tudunk állítani a történelmüknek, másrészt a jelenben meg tudjuk tartani azokat a nevezetes ünnepeket, alkalmakat, amiket idáig nem volt megfelelő keret. Úgyhogy egyrészt ezért gondolom, hogy ez mindenképp egy hatalmas jelentőségű tartozásunk volt. Másrésztről pedig a jelen történelmében is van jelentősége minden egyes ilyen eltadott tájháznak. Sajnos most már hónapok óta ismét a háború időszakát éljük. És úgy gondolom, hogy nagyon sok politikai erő azon van, hogy a közép-kelet-európai országokat, kelet-közép-európai népeket egymásnak ugrassza, és én úgy gondolom, hogy pont most kell igazán bemutatnunk azt, hogy mi nem ellenségek vagyunk, hanem barátok vagyunk. Most kell összekapaszkodnunk, és egymás mellett megmutatni azt, hogy igenis mindannyian a béke mellett tesszük le a voksunkat. És úgy gondolom, hogy ez a tájház egyfajta szimbóluma ennek, hogy igenis a szlovák és a magyar nemzet összetart a mai napig, és ünnepli a közös történelmi múltját. És most szeretnék köszönetet mondani. Szeretném megköszönni Magyarország kormányának a támogatását, amivel lehetővé vált ennek a beruházásnak az elvégzése. És szeretném megköszönni Vécsi László képviselő úrnak a közbenjárását, hogy kilombizta nekünk ezeket a forrásokat. Szeretném megköszönni a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetésének és minden tagjának azt, hogy felkarolták ezt a projektet, és iszonyatos munkát tettek bele abba, hogy ma itt lehessünk. Szeretném megköszönni a Köfel Kft. És a Miraber Kft. Munkatársainak azt a szokás szerint hihetetlen minőségi munkát, aminek eredményeként én úgy érzem, hogy minden egyes forinttal megfelelő helyre került. Szeretném megköszönni a Lavet Kft.-nek a támogatását, akinek köszönhetően megvalósulhatott a hátul az a kemence, amiből majd én már most előre várom azokat az ételkölteményeket, amik onnan ki fognak kerülni. És végül nem utolsó sorban szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak a szavazatát, hiszen az egy kelet önkormányzati részről is hozzátenni még nagyon komoly forrásokat ahhoz, hogy ne legyen félkész ez a beruházás, úgyhogy itt úgy gondolom, hogy a maga a város is beletette a közösből azt, amit bele tudott tenni, és így meg tudtak valósulni olyan extra beruházások, itt akár gondolok a kerítésre, vagy bizonyos burkolatokra, ami még várhatott volna magára, hogyha nincsen az a egész testület egyöntetűen nem támogatja azt, hogy erre az önkormányzat is forrásokat biztosítson. Úgy gondolom, hogy ez a tájház, ez valóban egy csapatmunkának az eredménye, és hogy együtt ünnepelhetjük ennek az átadását, és mondom, én már nagyon várom azt, ismerve Katikáiknak a munkáját, hogy itt én úgy gondolom, még rengeteg nagyon jó hangulatú rendezvényen fogunk részt venni. Köszönetet mondott minden közreműködőnek, adományozónak és segítőnek Szabóné Tóth Katalin, a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat elnöke. Amikor kézhez kaptuk a szerződést, azt csodaként éltük meg. De a csodák folytatódtak. A polgármester úr nem csak erkölcsileg támogatott minket, hanem ha anyagi segítségre volt szükségünk, akkor azt is kaptunk tőle. Ugyanezt mondhatom a két alpolgármester úrról. Egyikük önkéntes munkára ösztönözte a KIVI dolgozóit, rengeteget segítettek. Másikuk közben járására a Lavet Kft. 2 millió forinttal támogatta az udvari kemence építését. A képviselőtestület támogatást ítélt meg számunkra az udvar rendezésére és a kerítés építésére. A polgármesteri hivatal minden dolgozója azonosult a céljainkkal, és teljes mellszélességgel támogatta a pályázatunkat. Minden kérdésünkre választ adtak, a megfelelő emberekhez irányítottak. Ki kell emelnem Villám Pétert, aki szakmailag végigkísérte a felújítást, tanácsokkal, megoldásokkal segítette a munkánkat, de ugyancsak rengeteg segítséget kaptunk Mátyás Enikőtől, Oldal Erika pénzügyi osztályvezetőtől és aljegyzőtől, valamint Szalai Krisztinától. Sok támogatást kaptunk Csépánné Kövesi Tündétől is.
de minden dolgozónak köszönjük a hathatós segítséget. Példátlan mértékű összefogást tapasztaltunk a lakosság részéről is. A gyönyörű épületet a Mirabel Kft. Újította fel, vezetőjüktől még egy kutat is kaptunk ajándékba, azt az udvar közepén láthatják majd. De rengeteget segítettek a szomszédok, a közösségünkhöz tartozók, de azok is, akik nem tartoznak oda, vállalkozók, magánemberek. Hálásak vagyunk, hogy megtapasztalhattuk az együvé tartozás érzését, reméljük a házat mindannyiunk örömére tudjuk majd hasznosítani. Az első látogatóink már bejelentkeztek egy-egy alkalomra a jövő és az azt követő hétre. Az egyházi táborban résztvevő gyerekek ismerkednek meg a néprajzi gyűjteménnyel. A Ludover Novini újságírója megkérdezte tőlem, hogy vajon minek köszönhetjük ezt a nagy arányú támogatást. Úgy gondolom, hogy annak a 20 éves munkának, hiszen 2002-ben alakult meg az önkormányzatunk, amelyet nemzetiségi kulturális tevékenységünkkel igyekszünk kifejezni a lakosság felé. Sejus polonáz messzja csikvik házat, Uzsmoly milinna lavicski piszkat, mamá buja puszkát. A következő ünnepi műsor fellépőinek sorát Liska Veronika nyitotta meg, helyi gyűjtésű szlovák dalokkal. Fellépett a Pannónia Néptánc Együttes hagyományőrző csoportja, az ifjabb pannóniások közül Jakab Anna és Máté Móric is. Műsorral kedveskedtek a szomszéd települések, így Csömör és Nagytarcsa szlovákjai is. Bécsei László, Paulik Antal, Hollerné Racskó Erzsébet, az országos szlovák önkormányzat elnöke, Tóth Katalin és Juhász István vágta át a szalagot, majd Pető Gábor plébános az Úr áldását kérte a szlovák közösségházára. A következő percekben pedig minden jelenlévő igyekezett beférni az építmény helyiségeibe, hogy megcsodálhassa a néprajzi gyűjteményt, akinek pedig ez elsőre nem sikerült, az udvar szépségeivel ismerkedhetett.